Köszöntöm a Trió TV nézőit, októberi turisztikai magazinunkat látják a mai műsor tartalmából. Több vendég érkezett Bükkre, Bükkfürdőre a turisztikai főszezonban, mint egy évvel ezelőtt. Bezárt a kapuit a termelői piac, tavasszal nyitnak újra a standok. Képzésekkel segítik a nők munkaerőpiaci helyzetét. Faültetéssel ünnepelték a turizmus világnapját Bükkfürdőn. A Bükki TDM is csatlakozott a 10 millió fa civil kezdeményezéshez. Sikeres évet zártak a csepregi borászok. Tűzvédelmi előírásokra hívják fel a magánszállásadók figyelmét a szakemberek. Programajánló novemberre. Tartsanak velünk! Több vendég, de rövidebb tartózkodási idő jellemezte a 2019-es turisztikai főszezont Bükkön, Bükkfürdőn. A tendencia nem egyedi, országosan megfigyelhető. A külföldi küldőpiacokon nem történt nagy változás az előző évhez képest. A turizmus Magyarországon jelenleg kiemelt stratégiai ágazat, Bükk pedig ennek az egyik fő desztinációja, az ország egyik leglátogatottabb településeként. Bükkfürdő Vas megye vendégészakáinak csak nem felét adja, folyamatosan az országos ranglisták élvonalában találjuk a települést. Az idei főszezon is sikeres volt, több vendég érkezett, mint az előző évben. Az átlagos tartózkodási idő azonban tovább csökken. Az új idegenforgalmi világtrend szerint inkább több kisebb nyaralásra mennek a turisták egy szezonban, nem pedig egy hosszabbra. Az idén nyár, hogyha előző évhez hasonlítom, lényegében a számok nem változtak. Amit látunk, az azt jelenti, hogy a vendégszámok nőttek, viszont az átlagos tartózkodási idő az tovább csökken, nem csak nálunk, hanem ez látható az egész világban, vagy akár a versenytársaságnál, hogy az átlagos tartózkodási idő mindenhol egy picit csökken. Egyre inkább az a jellemző, hogy nem egy nagyobb nyaralásra mennek el a családok, hanem inkább több kisebbre, vagy akár az szokott a jellemző lenni, hogy eljönnek mondjuk Bükkfürdő pár napot, és átmennek a Balatonra pár napot, vagy éppen a tengerpartra, tehát inkább a több rövidebb nyaralás a jellemző. Ennek az a pozitív oldala viszont, hogy évközben is többször visszatérnek hozzánk kisebb időtartamokra. Hogyha a nemzetiségeket figyeljük, akkor azt láttuk, hogy ott is hasonló volt, tehát a vendégszámok nőttek, átlagos tartózkodási idő csökkent, a cseh piacon volt megfigyelhető egyedül trendváltozás, az idei év volt az első, amikor a vendégszámok nem nőttek már olyan jelentősen, mint az előző években. Úgyhogy viszont az osztrák piacon pedig ismét növekedés volt a vendégszámok tekintetében. A másik kedvező trend számunkra, illetve a szobakiadók és a szálláshelyek számára pedig az volt, hogy a szobaárak növekedésnek indultak, ami mindenképpen én azt mondom egy jelentős eredmény, hiszen régóta célunk az itt Bükkfürdőn, hogy az átlagos szobárat tudjuk növelni. Hiszen ennek eredményeképpen nő a Bükkön, Bükkfürdőn hagyott pénznek a mennyisége. Az ötödik és egyben az első harmonika szóval kísért szezonját zárta a bükkfürdői termelői piac. Forgalmasak voltak a piacnapok, minden árus elégedetten értékelt. Az biztos, hogy lesz folytatás, jövő tavasszal is kinyitnak a standok. Thank you.
A nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a Répcementi Turizmusban című projekt keretében elkezdődtek az első képzések a TDM szervezésében. Az októberi programban az online marketing témáját járták körbe a résztvevők. Online marketing, ez volt a témája annak a képzésnek, amelyet a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület szervezett október 21-én és 22-én. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal és az Egyesület konzorciumban bonyolítja le a Nők Társadalmi Elfogadottságának Elősegítése a Répcementi Turizmusban című projektet. A pályázat keretében szerveznek különböző képzéseket, de nem csak nőknek. Az utolsó negyed évben három témában szerveznek képzést. Az online marketingen kívül november elején a kognitív gondolkodás, az utolsó alkalommal pedig az ügyfélkezelés témakörét járják majd körbe a résztvevők. Sokakat vonzott az online marketing alapjaiba bevezető kétnapos program. A Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár tanácsterme adott otthont a képzésnek. Alapvetően az online marketing témakörét jártuk körül, és kezdtük a gyakorlatilag a legelején, vagy ha úgy tetszik a legvégén, hogy hova érkezik meg a látogató, az oldallátogató, hogy lesz belőle vásárló egy weboldalon, és ennek a weboldalnak a készítési lépéseit vettük át, megnéztük, hogy milyen konverziós pontok vannak, hogy lesznek valójában vásárlók, illetve mire érdemes figyelni a tartalomnak a létrehozásánál. Gyakorlati példákat is hoztunk. A képzés második részében pedig az influencerek szerepével, befolyásoló hatásával, illetve az online média felületek típusaival mentünk tovább. Megnéztük a Facebookot, az Instagrammal foglalkoztunk. Nagyjából ezek a fő csapásirányok, és mindent annak a vetületében néztünk meg, hogy a turizmust hogyan tudná segíteni, vagy mik azok a kapcsolódási pontok az adott médiafelületekkel, ahol esetleg hirdetést lehet elindítani, vagy mi az, amire itt a helyi szállásadók tudják ezeket használni, ezeket a lehetőségeket. Szakmai megbeszélés és civil kezdeményezés is helyet kapott az idei turizmus világnapi programok között Bükkfürdőn. A Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület minden évben csatlakozik a világnaphoz valamilyen érdekességgel. Idén a Hotel Karamell udvarán ültettek fát. Minden év szeptember 27-én ünneplik a turizmus világnapját, melynek célja, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét a turizmus fontosságára, politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági értékeire. A világnaphoz kapcsolódva országszerte szerveznek különböző programokat, a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület is évről évre csatlakozik az eseményekhez. A délelőtt folyamán egy business reggelén vettünk részt itt a Hotel Karamellben. Egyesületünk csatlakozott egy civil kezdeményezésű kampányhoz, ami 10 millió fa elültetéséről szól. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, főleg itt a mi városunkban, ahol már a kiadványainkban is folyamatosan a slow turizmusról teszünk említést, illetve hirdetjük meg a természetközeli élményeket és programokat. Így nagyon fontos az is, hogy a természetet gondozzuk, ápoljuk, és amennyire lehet hozzátegyünk. Így elindítottuk itt Bükkön is ezt a kezdeményezést, és civil szervezeteket, szállodákat kerestünk meg, illetve magánszemélyeket is, akik már csatlakoztak is a mozgalomhoz, és ma volt a Turizmus Világnapján az első fa ültetése, és hát bízunk benne, hogy nagyon sokan és nagyon sok fa fog majd még itt Bükkváros szerte elültetődni, és ezzel is hozzá tudunk járulni az egészséges környezetünkhöz. A klímaváltozás és a globális felmelegedés egyetlen és leghatásosabb ellenszere, ha fákat ültetünk, ezzel is csökkentve az emberi tevékenység által előállított légköri széndioxid felhalmozódását. Bükkfürdőn az első fát, egy szomorú eperfát a Karamell Premium Resort udvarán ültette el Spilenberg Andrea, a BBKTE elnöke és Csere András szállodaigazgató.
Szerintem, hogyha valaki idejön a Hotel Caramelbe, illetve a Caramel Premium Resort területére és körülnéz, akkor már korábban a külső területek úgy voltak megtervezve, hogy különböző fafajokkal, cserékkel telepítjük be, illetve ezek közül a fafajok közül jó egy pár sajnos elpusztult, mert nem vagyok benne biztos, hogy ebbe a talajba volt való, és gyakorlatilag, hogy volt, ma van ugye a turizmusnak a világnapja, és volt nálunk egy kisebb megbeszélés a környező szállodás kollégákkal, gondoltunk, hogy amúgy is ez a 10 millió fafaj, vagy fa ültetése mozgalom elindult, miért nem mi lennénk az első helyszín annak, hogy közösen fát ültetünk. Milyen fa került ide a területre? Egy szomorú eperfa került elültetésre. Gyakorlatilag a kertészünk választotta ki ebbe a talajba, és erre a napos részre ez a fa egy kiváló választás volt szerinte. Az életnapjára készül a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, a faültetés napja lesz országra szóló, és az egyre népszerűbb akcióhoz csatlakozva ez a 10 millió fa Magyarország mozgalom. Bükkön és Bükkfürdő városrészen is gyarapodik a faállomány, népszerű a TDM koordinálásában helyben elindított akció. Ültessünk 10 millió fát. A nagyszabású felhíváshoz számos szervezet egyesület csatlakozott. Bükk és Bükkfürdő is helyszín lehet. A Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület felvállalta a szervezést, összefogást. Erre a város adottságai mellett a klímaváltozás turisztikában is érezhető hatása ösztönözte a turizmus helyi résztvevőit. Van egy csatlakozási kezdeményezés, illetve egy szándéknyilatkozat, amiben szeretnénk ehhez a 10 millió fa Magyarországon faültetési projekthez csatlakozni. Nagyon fontos, hogy a klímaváltozás egyetlen ellenszere az, hogyha fákat ültetünk, és ezért létrehoztunk egy oldalt a Facebookon, ez a 10 millió fa Bükk-Bükkfürdő, amihez bárki csatlakozhat, ez egy nyilvános, nyílt csoport. A lényege az, hogy akár közterületen, akár saját telken, hogyha valaki fát szeretne ültetni, ezt mi örömmel vesszük, illetve adunk hozzá annyi segítséget, hogy például a közterületeken a parkom segítségével felmérettük, hogy hova milyen fát érdemes, illetve lehet ültetni. Ugye nagyon fontos a talajviszony, a fényviszonyok, és hát ezeknek a fáknak a további élete, sorsa is nagyon fontos, tehát ezért kell egy olyan cég, aki ezt magára vállalja. És a Büki újságban is megjelent már ez a felhívás, amiben részletezzük, hogy Bükön például hova ajánlott, vagy hova lehet csatlakozni. Itt a parkommal kell felvenni a kapcsolatot, és akkor rajtuk keresztül az ültetés is megoldott. Lesz egy közös ültetés, ami november 8-án pénteken lesz. Ez az országos kezdeményezéshez való csatlakozásunk. Ugye ezt egy privát személy kezdte el Magyarországon, Bolyár Iván Andrásnak hívják az urat, és gyakorlatilag rekordidő alatt hatalmas követő tábort szerzett magának. Nagyon sokan magukénak érzik ezt, hogy javítsunk a környezetünkön, illetve próbáljunk el minél több fát elültetni. Nagy öröm az is, hogy Bükön is nagyon sokan csatlakoztak, már cégek is csatlakoztak hozzá, a hotelek, illetve magánszemélyek is jelezték már, hogy szeretnének fákat ültetni. Nem mindegy, milyen fát ültet, aki csatlakozik az akcióhoz. Akár saját telkén, akár közterületen vállalja fel egy-egy fa telepítését az akció jegyében. Amit nem támogatunk, illetve amit ki is hangsúlyoztunk minden felületen, ezek az invazív fajok, ami a Magyarországon nem jellemző fa fajták, és ami elnyomják a helyi Magyarországon őshonos fákat, cseréket, ezeket nem támogatjuk, de erről is készített egy lista, ami elérhető ezen a Facebook oldalon. Civil szervezetek, egyesületek, hotelek, panziók, magánszállás adók és akár nem helyiek is csatlakozhatnak a 10 millió fa Büki-Bükkfürdői kezdeményezéséhez. Privát személyek közül is már 4-5-en jelezték, akik nem biztos, hogy csak egy fát ültetnek el, illetve konkrétan az egész főutca, tehát a körforgalomtól a Marx utcáig lévő 27 fa, ha jól emlékszem, arra már megvannak a személyek, illetve egy cég, aki beülteti. A hotelek közül az első a Caramel volt, ott az udvarukon ültettünk el közösen a Turizmus Világnapja alkalmából már egy fát, illetve mi is, tehát maga a Turisztika Egyesület is
is csatlakozik. Mi a Napsugárparkban fogunk fákat ültetni, 5-6 darabról beszélünk. Így, hogyha ha mindenki egy ilyen mennyiséget hozzátesz, akkor úgy gondolom, hogy sikeressé válik ez a kezdeményezés, és természetesen ez tavasszal is folytatódhat. Ilyenkor a novemberi időszakban azokat a fa típusokat érdemes elültetni, amelyek átvészelik a telet, tehát ennek megfelelőek. Mi próbáljuk minél többször ezt megjelenteni a weboldalunkon is, illetve a Facebook oldalon is, illetve még több csatlakozót toborozni hozzá, mert én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és egy nagyon jó kezdeményezés. November 9-e az életnapja. Ebből az alkalomból a 10 millió fa közösség ünnepi fa telepítést hirdetett. Csatlakozik az akcióhoz, a több száz közösséghez, a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület is faültetéssel. A TDN Facebook oldalán pedig folyamatosan nyomon követhetőek a kezdeményezés aktualitásai, és hasznos tanácsokat is adnak az őszi, majd a tavasszal várhatóan folytatódó faültetésekről. Sikeres éve az idei a Csepregi bornak. A téli túra, a pünkösdi program is sikeres volt a Vinora borház szervezésében. A jövő évi borvárakozás pedig biztató, hiszen ígéretes a szőlő minősége, jó a mustfok, mindegyik fajtánál a mennyiségre sem lehet panasz, kicsit maradt el a szokásostól. Egyre inkább térképre kerül a csepregi bor. Helyet követel magának a hazai borászat gasztronómia térképén. Ezt bizonyítja, hogy sokakat megmozgattak a Vinora Borház idei borkostolói rendezvényei. A rendezvényeink azok Csepregen nagyon nagy sikerrel zajlottak, főleg a téli túra mondható abszolút rekordnak, tehát a látogatottság az a abszolút rekord, bár a pünkösdi túránk is nagyon jól sikerült. Aztán, hogy mi lesz a jövőben, ezt még egyelőre nem tudjuk, de bízunk be, hogy azért így fognak menni tovább a rendezvények, és minél több vendéget tudunk kóstoltatni a csepregi szőlőhegyen. Fontos a külső megerősítés, az, hogy pozícionálja magát a boros gazda, ezért jelentősek a borversenyeken elért sikerek, az azokról hozott elismerések. A Vinora Borháznak a legjelentősebb, hogy 2019-ben Bükk város borát adják. Nagyon szerencsések vagyunk, szerintem a 2019-es év egy nagyon sikeres évnek mondható a csepregi borok történetében. Az egyik legnagyobb sikerrel, hogyha szabad kezdenem, amivel saját magunk büszkékedhetünk, a Bükkváros bora címet sikerült megnyernünk, ami egy hatalmas nagy ugrás, de más gazdák, Tóth Marcell, Néber, Tóth Pince, illetve a Horváth Gábor, a Répce-Benti borpince, illetve Desi Csandrás is nagyon szép eredményeket értek el a különböző borversenyeken. Ezek mind országos, regionális, vagy pedig a Vasmegyei borversenyt is említhetjük, és nagyon szép aranyérmeket, sőt legmagasabb pontszámokat hoztunk el. Azért mégiscsak a gazda tudja magát pozícionálni a bor tengerében. Ugye azért bort nagyon sok helyen termelnek, itt a környékünkön is akár Kőszeget említjük, akár Sopront, akár a Vaskeresztest, akár a Somlót, itt a, vagy a Sághegyet, itt a legközelebbi bortermőterületeket mondjuk. Azért mégiscsak jól esik egy gazdának, hogyha bekerül az első borok közé. Tehát nagyon jó, nagyon elismerés, és tényleg egy kis nevet is tud magának csinálni a szakmában. Készül már az idei bor, a csepregi szüret október közepén lezárult. Biztatóak a számok mennyiségben és minőségben is. Jó a mustfok mindegyik szőlőfajtánál. Az utolsó kékfrankos és sirát szőlőket azt a múlt héten szedtük le, úgyhogy éppen a préselés környékén vagyunk. Éppen tegnap kezdtük a préselést, és ha minden igaz, akkor holnap után befejeződik. Mindenek előtt azt mondanám, hogy ígéretesnek néz ki, tehát nagyon jó volt a minőség szőlőként, tehát nagyon jó mustfokokkal tudtunk szüretelni, kékfrankos 19-19 és felessel, sárdonét 20-assal, szürkebarátot 20 fölötti mustfokkal, ami nagyon jó. A mennyiség az egy nagyon-nagyon picivel talán elmaradt a szokásostól, de én ezt teljesen nem tudom így kijelenteni, mert évről évre fordulnak új telepítéseink termőre, és mindig az új telepítés bepotolja a kimaradást. Komoly tűzvédelmi előírások vonatkoznak a magánszállásadókra is, hívja fel a figyelmet a Bükki TDM. Érdemes szakember segítségét kérni az állapotfelméréshez és az esetleges hiányosságok pótlásához. Az egyéb szálláshely szolgáltatókra, azaz a szobakiadókra is vonatkoznak egyes tűzvédelmi előírások, sokan azonban nem tudják, pontosan milyen szabályoknak kell megfelelniük.
Érdemes most újra utánaolvasni a szabályozásnak, ugyanis a szálláshelyekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a kiszabható bírsága duplájára nőtt. Szigorodtak a felszerelési követelmények, továbbá a szabályozott körben megjelentek a magánszálláshelyek is. A követelmények meglétének ellenőrzésére érdemes tűzvédelmi szakembert felkérni, aki az esetleges hiányosságok pótlásában is segíthet. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, illetve maga a rendeleti változások miatt került előtérbe ismét a tűzvédelem, hiszen a tűzvédelmi előírások eddig is megvoltak, és azokat be kell tartani, nyilván az élet és vagyonvédelem szempontjából. Nagyon eltérőek az előírások, azért én azt javaslom mindenképpen, hogy mindenki egyeztessen tűzvédelmi szakemberrel, aki meg tudja nekik pontosan mondani ezt, hogy mi kell az ő házához. Azonban vannak minimális követelményeket, ezeket mondanám el, hogy ezekre kell mindenképpen figyelni. Ebből az egyik a tűzvédelmi szabványosság vizsgált megléte, ezt 6 évente kell megcsináltatni. Ez hasonló, mint az érintésvédelem, tehát a konnektorokat, elektronos berendezéseket mérik fel, hogy mennyire tűzveszélyesek. Kellenek tűzoltókészülékek szintenként legalább egy darab. Ezeket megvilágító kis táblák, ilyen utánvilágítós táblák, valamint fontos, hogy központi helyen kint legyen a segélyhívószámoknak az elérhetősége, ez a maga segélyhívószám, valamint ilyenekre kell figyelni, hogy a fősókon, menekülési útvonalakon nem tárolható semmi. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szobakiadók egy tűzvédelmi szakemberrel, és mérjék fel, hogy mire van szükségük, hiszen ezeket mind-mind ellenőrizheti a hatóság. Elsődlegesen a jegyző ellenőrzi, egyebek mellett azt is, hogy a 10 fő feletti befogadóképességű magánszálláshely megfelele a tűzvédelmi követelményeknek, derül ki az új szabályozásból. A bármely típusú szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző bírságol, a bírságot a módosító rendelet a duplájára emelte. Az egyéb szálláshely esetében legfeljebb 20 ágy befogadó képesség esetén 100 000 forint lett a bírság. Mártonnapi programok, sportesemények színesítik Bükk és környékének eseményeit novemberben. Programajánló következik. Gyógyulás lépésről lépésre. Egyedi talpbetétek készülnek a Caramel Premium Resorthöz tartozó Medical Központban. Az új szolgáltatást a Szombathelyi Söjtöri Sport Kft. Hozza a Medical Központba. Ez egy kis futóműállítás, hogy szoktuk mondani, és az a nagyon fontos benne, hogy nagyon-nagyon rugalmasak. Szinte nincs is olyan gondok, olyan problémám, hogy netán nem tudja viselni. A gyermek is, illetve nagyon kényes lábú emberkék is szinte azonnal megy el, látja a különbséget. Az én lábamra van ráöntve, kellemesen lát, csak már jó irányba tereljük. A különleges talpbetét elkészítését számítógépes talpdiagnosztika előzi meg. A szolgáltatás októbertől elérhető a Caramel Premium Resorthöz tartozó Medical Központban. Ez a betét ez azoknak készül, akiknek dől befel a lába, és az anyagra visszatérve speciális szál szerkezetet tudok felmelegíteni. Most ezen esetben talán látszik, hogy a belső oldal. Ezt egy vákum felmelegítem, ezt megfelelő hőfokon, megvan pontosan, hogy milyen hőfokon mennyi ideig kell melegítenem. Ez olyan lesz, mint egy gyurma. Lábnyomot jó állásba beállítva a lábot azonnali lenyomatot veszek, és bármilyen fura a lábunkon hűl ki úgy, hogy már az én
boldozatomat követi, én tudom, hogy hova kell a harántot, vagy bizonyos elemeket fölhelyezni, gyakorlatilag a lábamon hűl ki. És azt mondtuk, ez az első lépcső, és a kontroll alapján újra melegítem, és akkor megyünk utána, ahogy kéri a geometria egyre jobban. A láb problémákat, vagy csak egy futócipő vásárlást is komplex feladatként kell kezelni, mert nincs két egyforma láb. Akár az ortopéd, akár a sport talpbetét vitamin és egyben gyógyír a lábnak. Az egyedi talpbetét az mindig azt jelenti, hogy személyre készül, személyre szabott termékről van szó, és hát természetesen ezt megelőzi egy talpdiagnosztika, amit kérdeztél tőlem. Ez nem olyan egyszerű ez a dolog, mert azért ehhez elég komoly anatómiai felkészültség kellett, mire ezt a jogosítványt megkaptuk, amit szintén mondom Franciaországban az anyacégnél kaptunk. Talán nem reklám, de az IDASZ-ról van szó, és a világ 80 országában van jelen ez a technológia, ami nagyon-nagyon hatékony élsportolók. Azzal indult azért, azt mondjam, hogy sí oktatók, sportorvosok fejlesztették ki ezt a technológiát, csak jön a dolog, minden láb egyedi, és minden cipő standard. Na most ezeket kell alakítani, összehangolni. Az egyedi talpbetét segíti a terhelés egyenletes eloszlását, óvja a sportolás közben vagy a mindennapokban megfáradt lábakat a túlterheléstől. Felnőtteknek és gyerekeknek is készül talpbetét helyben azonnal a másfél órás alapos vizsgálat után. A Söjtöri Sport Kft. Szakemberei először október 26-án és 27-én, aztán november 1-től 3-áig várják az érdeklődőket a talp diagnosztikára a Karamell Medical Központjában. Októberi turisztikai magazinunkat látták. Legközelebb november végén már kollégáim jelentkeznek a legfrissebb turisztikai hírekkel, érdekességekkel, információkkal. Köszönöm Önöknek, hogy az elmúlt két évben velem kísérték végig a bükki-bükkfürdői turisztikai élet újdonságait, eseményeit. Én most egy időre elbúcsúzom, de Önök addig is tartsanak velünk a Trio TV Dunántúl csatornáján, a Facebookon vagy a www.triotvdunantul.hu oldalon. Viszontlátásra!